Köszöntöm a kedves nézőket! Itt van a kezemben a Mi Hazánk Mozgalom programja, a Virradat program, és ha a rendvédelmi résznél fellapozzuk, nekem már pont ott volt kinyitva meglepő módon, akkor látható, hogy a csendőrség is mint olyan megemlítésre kerül benne. Na most az elmúlt években, évtizedekben ez a szó, hogy csendőrség bizonyos politikai köröknél, hát igencsak kiverte mindig is a biztosítékot, már-már hisztérikus köntösbe csomagolták mondani valójukat. A Mi Hazánk Mozgalom viszont nem velük foglalkozik, hanem a magyar emberek biztonságával, és a csendőrségről lesz szó mai videónkban. Itt ül mellettem is köszöntöm Vidó Attilát, a Mi Hazánk Mozgalom rendvédelmi szakpolitikusát, országgyűlési képviselőjelöltjét, és a csendőrségről ezúttal már a választáshoz közeledve olyan formában lesz szó, hogy részleteiben fogja Attila ismertetni, hogy milyen módon állítaná fel a csendőrséget a Mi Hazánk Mozgalom. Úgyhogy át is adnám neked a szót, Attila. Fejtsd ki a programot. Üdvözlöm én is a kedves nézőket. A csendőrség egyedüliként, mi meglepő módon egyedül a Mi Hazánk Mozgalomnak a programjába, illetve a gondolatába szerepel, hogy újra léte kell hozni a csendőrséget. És akkor csapjunk is bele, itt egy kicsit bővebben én már kidolgoztam ennek az egész új rendvédelmi szervnek a feladatát, felépítését, és hogy valójában milyen feladatot szánnánk mi a csendőrségnek. Bocsánat, még mielőtt ezt kifejtenéd, egy kérdés mindenképpen közbe kell szúrnom, mert szerintem ez nagyon sokakban felmerül, lehet, hogy érintenéd is, de hogyha nem, akkor én mindenképpen ezt most elmondom. Tehát ez úgy kell elképzelni, mint annak idején mondjuk a 30-as években a csendőrséget, mert lehet, hogy arra sokak azt mondják, illetve mondják is, hogy ez egy más korszak volt, azt úgy egy az egyben nem lehet átemelni, tehát hogy mi a válaszod arra, hogy ez egy történelmi anakronizmus lenne, gondolom megvannak a válaszok, tehát miben lenne más, és miben lenne azonos a korábbi csendőrséggel ez a Mi Hazánk által elképzelt csendőrség. Feladatában szinte azonos lenne. A kis települések, illetve a hozzájuk tartozó külterületek agglomerációjának a rendjének a fenntartása, illetve, ami nagyon-nagyon fontos a csendőrségnél, a bűnmegelőzés, tehát előzzük meg a bajt. Ez lenne a feladata a csendőrségnek. Természetesen is, miben más, hát 21. század. Nagyon szép dolog a lovas csendőr, nagyon szép dolog volt, de itt majd kitérek rá, hogy most már 21. századi technikát kell alkalmazni minden téren, tehát ebbe lenne más. Természetesen hát az majd a idő meghozná rá a választ, hogyha lehetőséget kapunk rá, hát azért valamilyen szinten szeretnénk a hagyományokhoz is egy hülyek lenni. Jelzésértékkel természetesen, tehát nem hosszú szövetkabátba járna a csendőr, és nem karddal az oldalán, hanem mondom 21. századi teszem fel taktikai mellénybe és olyan felszerelésbe, olyan ruházatba. Tehát úgymond ragaszkodnánk a múlthoz úgy, hogy ugyanaz a feladat lenne. Tehát ennyibe. És hogyan képzelhető el a csendőrségnek a felépítése erről, hogyha egy pár pontban beszélnél, megköszönném. Tehát a csendőrség az úgy néz neki a felépítése, belügyminisztérium alá tartozna, mint a többi rendvédelmi szerv. Tehát ugyanúgy a belügyminiszter irányítás alá, de teljesen önálló rendvédelmi szervként, tehát a rendőrségtől külön működne. Lenne egy országos csendőrfőkapitány, illetve az országba, hát ezt még ki kell dolgozzuk pontosan, hány csendőrkerület. Tehát csendőrkerületek lennének kidolgozva, ezen belül utána tovább bontva, mint más rendvédelmi szervnél is, szárnyparancsnokságok, szakaszparancsnokságok és csendőrőrsök. Tehát ez volna úgymond a felépítése a csendőrségnek. Természetesen itt is azt is nagyon figyelembe kell majd venni, hogy az a bizonyos terület mekkora, illetve ami megint nagyon-nagyon fontos, mennyire fertőzött. És itt nem a talajfertőzésre gondolok, hanem a bűnügyi fertőzöttségre. Tehát mindenütt annyi csendőrt kell szolgálatban tartani, ami fel tudja tartani a közrendet. Ahol elég, hogy legyen, mit tudom én, 4, most mondok számokat, tehát ebbe bele lehet ütni, mit tudom, 8, tök mindegy, ott annyi elég. De ahol kell, hogy legyen 50, ott legyen 50, és fel tudja tartani a rendet.
Milyen követelményeket tartanál célra vezetőnek? Tehát a csendőrség személyi állománya igen. Hogyan néz neki? Na, ebben megint visszanyúlnánk a múltba. Nagyon-nagyon szigorú kiválasztási elv alapján a múltba is, illetve most is. Tehát ezzel nem akarok ledegradálni senkit, tehát a rendőröket nem akarom. Viszont itt nagyon szigorú kiválasztást kellene alkalmazni. Tehát úgymond a csendőrség az egy ilyen, legyen a krémje ennek az egész dolognak. Természetesen vannak alapdolgok, hogy kizárólag magyar állampolgár lehet csendőr, tehát kettős állampolgár nem lehetne csendőr. Természetesen egy példamutató, fedhetetlen előélet. Jó, ezt szokták most úgy mondani, hogy erkölcsi bizonyítvány. Ez én szerintem nem biztos, hogy elég. Mert aki az erkölcsi bizonyítványt kiállítja, az lehet, hogy nem tudja, hogy az az ember nem követett el még bűncselekményt, de lehet, hogy minden nap részegen tántorok haza a kocsmából. Ilyenből ne legyen csendőr, mert az nem tud rendet tartani, arra nem néznek fel az emberek, mert igenis fel kell nézni a csendőrre, a munkája miatt kell felnézni rá. Betöltött minimum 20. életév, és 30 évesnél nem lehetne idősebb. Tehát 30 éves kor felett már nem lehetne csendőrnek felszerelni, illetve ez azért régen benne volt itt a rendőrségnek, meg a többi rendvédelmi szervnél, és volt egy bizonyos testmagassághoz kötve dolgok. Én a csendőrségnél úgy gondolom, hogy 175 cm a minimális testmagasság, mert tekintélyt is kell annak a csendőrnek sugározzon. Illetve természetesen az átlagosnál sokkal jobb fizikai állóképesség, teljesítményre való hajlam, bizonyosságot tudjan róla, érettségi bizonyítvány, mert hogy a régi csendőrségét, akkor megint visszakanyarodok, ott ez nagyon komoly dolog volt, hogy a csendőr ne csak erős, ne csak ügyes, hanem művelt és okos is legyen. Tudom, csináltak filmeket róla, ilyen indul a bakterház, meg ilyesmi, ahol butának állították, de ez nem volt igaz. Ez nem volt igaz. És előnyt jelentene természetesen, akinek valamilyen szintű előképzettsége van, vagy a honvédségnél, vagy a rendőrségnél, illetve kimagasló teljesítményt nyújtott mondjuk előtte, mint sportoló, élsportoló. Nem akarom bántani természetesen a sakkozókat, de nem feltétlenül a sakkba, hanem teszem fel olyan küzdősportokba, erősportokba, ami előnyt jelenthet utána a munkájánál. Illetve még egy fontos dolog, hogy nagyon szívesen toboroznánk a polgárőrség, illetve a mezőőrség állományából is. Mert ők viszont nagyon jól ismerik azt a területet, ahol ők éveken keresztül dolgoztak, de nem győzöm hangsúlyozni, nagyon szigorú feltételekkel. A kiképzésük az eltérne a mostani rendszertől, pontosabban átfedés van a kiképzésükbe, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a rendészeti alapképzést megkapnák, mint a rendőrök, tűzoltók, bévések, viszont utána ők, mikor ezt az alapképzést megteszik, akkor 6 hónapra próbaszolgálatra kerülnének már azon helyszínre, ahol majd a szolgálati feladatokat a későbbiekben fogják teljesíteni. És ott, mikor ezt a 6 hónapot letudják, akkor utána egy sikeres vizsga letétele után válnának már teljes értékű csendőré. Ez lenne a úgymond a kiképzés. Természetesen, ahogy telnek el az évek, és egyre több gyakorlatot szerez a csendőr, akkor természetesen továbbképzésre van lehetőség, sőt elvárt is lenne tőlük, hogy képezzék magukat tovább, tanfolyamok, magasabb iskola, főiskolai végzettség, stb. Tehát ilyen előre haladást képzelnénk el nekik. A beszélgetés elején érintőlegesen szóba került, hogy a csendőrség megjelenése nyilvánvalóan a 21. századhoz igazított lenne, de nem érdektelen ezt részleteiben is kifejteni, tehát hogy a felszerelés és a fegyverzet milyen lenne a Mi Hazánk által elképzelt csendőrség berkein belül? Igen, valamilyen szinten, tehát egyértelmű 21. századi dolgokról beszélünk, hát díszelegni a kard is jó, de azt hagyjuk meg a díszelgésre. Tehát átlagosnál sokkal jobb fegyverzetet kell nekik biztosítani, és eltérőt a rendőrökétől. Teljesen más helyen teljesítik a szolgálatukat, sokszor tanyavilágban, pusztákon. Tehát olyan felszerelés, olyan ruházatra van szükség, ami erre megfelelő. Illetve
mint ahogy szoktuk ezt látni külföldön is, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, a taktikai mellény, bizonyos esetekben pedig golyóálló mellény is rajtuk, vagy a kettőnek az ötvözete együtt, illetve hát természetesen a fegyverzetbe beletartozna egy maloklőfegyver, és ami szintén eltérne a rendőrök jelenlegi felszereléseitől, a csendőröknél folyamatosan ott lenne egy gépkarabély. Bent természetesen a gépjárművükben, vagy hogyha gyalogosan teljesít szolgálatot, akkor náluk. És ennek is megvan az oka, ez szakmai ok. Sokszor a csendőr több kilométerre teljesít majd szolgálatot a tanyavilágban, tehát hogyha ő ottan valamilyen konfliktusba keveredik egy bűnelkövetővel, akkor hosszabb ideig kell várjon esetlegesen a segítségre, tehát ezért elengedhetetlen, hogy nála olyan technika, olyan fegyverzet legyen, amivel addig is úgymond tudja tartani a pozícióját, vagy esetlegesen viszonozni tudja a tüzet. Tehát náluk folyamatosan lenne gépkarabély is. Hát itt is már gondolkodtunk a típusokon is, azt majd a későbbiekben fogunk róla venni. Illetve természetesen a csendőrőrsökön ott azért készenlétben lennének tartva egyéb speciális fegyverek. Hadd ne soroljam őket, mert elég sok fajta volna bele, hogyha szükséges, akkor az is bevethető legyen. Illetve hát ugyanúgy, mint a rendőröknél, a felszereléseknek a része a tonfa, bilincs, gázspré, illetve nagyon fontos, és ez is már 21. század, én nagyon támogatnám a testkamerát, mert szerintem nagyon jó dolog, sok vitát el lehet belőle kerülni, hogy ki volt a csivész. Tehát az is, illetve hát ilyen általános dolgok, hogy zseblámpa, természetesen kézi rádió adóvevő, illetve olyan mobil eszköz, ami a 21. században megint elengedhetetlen, most már rendőr kollégáknál ott van, amivel lehet a személyazonosságot napra készen, percre készen ellenőrizni, tehát egy körözött bűnöző azonnal kiadja nála, hogy ő mit tudom, körözés alatt áll. Ezen felül, mivel hogy a feladatuk nagy részét tanyavilágba, külterületeken látják el, már beszéltünk a lovakról, nagyon szép állatok. Van is olyan hely, ahol még lehet őket használni, de összességében nagyon jó terepjáró képességű autókkal kell őket felszerelni, tehát nem ilyen díszterepjárókkal, amikkel itt a városba szaladgálnak sokan, hanem tényleg terepjárókkal, illetve quadokkal, ha szükséges, akkor enduro motorkerékpárokkal, mert azzal nagyon sokszor nagyon nagy területet is gyorsan be lehet járni, illetve szintén a 21. századi technika, el kell látni minden ilyen gépjárművet például egy drónnal, illetve éjjellátó berendezéssel, mert azért lehetnek olyan időjárási körülmények, amikor még ezekkel a terepjárókkal se lehet bemenni a vizsgát, vagyis a járőrnek a területére, akkor viszont egy drónnal gyönyörű szépen le tudja fedni, és meg tudja nézni, hogy minden rendben van-e, nem-e történt valami különös változás, amire érdemes lenne felfigyeljen. Szintén elhangzott a beszélgetés elején, hogy a csendőrség feladata nagyon nagy mértékben és döntő mértékben a bűnmegelőzés lenne, de ezeket érdemes kifejteni részleteiben, tehát hogy egy csendőr mindennapi munkája, feladatai, azok hogyan néznének ki, erről néhány gondolatot légy szíves, osz meg. A csendőröknek a napi feladata folyamatos járőrözés. Járőrözés azon a bizonyos területen belül, ami neki a járőr körzete lenne. Ez azért lenne nagyon fontos, és mindig ők lennének ott, ugyanazok a csendőrök. Tehát most sokszor látjuk, hogy Budapestről rendőröket vezényelnek vidékre, semmi helyismeretük, nem ismernek senkit, viszont hogyha egy csendőr őrsön, ott vannak ugyanazok az emberek folyamatosan. Viszonylag rövid idő alatt megismerik az ő járőr körzetüknek az összes lakóját, az összes ott található házat, utat, még a növényeket is. Tehát a legkisebb változás, és itt a lényeg, hogy a legkisebb változást azonnal észre fogják venni. Tehát ha megjelenik például kint a tanyavilágban egy ismeretlen gépjármű, egyből észre fogják venni, hogy hát a mit tudom, itt lakó tanyákban nem ilyen autója van az ott lakó embereknek. És akkor oda mennek hozzá, és megkérdezik, hogy ne haragudjon maga, mit keres itt? Észrevesztek például olyat, hogy hóha, hát itt valaki elkezdte fűrészelgetni a fákat. Ezt azonnal észreveszik, mert napi szinten megjelennek. Illetve napi szinten tudják tartani a kapcsolatot nem csak az idős, hanem a fiatalabbakkal, és megkérdezik, hogy minden rendben van. Nem érzékeltek ilyen gondokat, hogy valakit lopnak, mit tudom én.
divatos lett mostanában, nem mostanában, már jó pár éve, hogy például ilyen elhanyagolt tanyákon például drogot termesztenek. Na most például ezt a csendőr azonnal észrevenni, mert ő látná a változást. És ez már viszont a megelőzésnek is a része, hogyha tudják, hogy ott ilyen erős kontroll van, akkor lehet, hogy meg se fogják próbálni. Tehát amúgy megpróbálnak mindent, mert nem tanulnak belőle, de ez volna a lényeg. Tehát ők ott mindenkit ismernek, és még az is beleférne, hogy olyan például ilyen téli időjárási körülmények között rendőr kollégáktól láttunk rá nagyon szép példát, hogy az idős nénének a tanyájára elmentek és kiváltották a gyógyszert. Tehát ez is beleférne. Tehát nagyjából ennyi, amúgy természetesen önálló bűnügyi intézkedéssel rendelkeznének, tehát hasonlóan, mint a rendőrök. Volna egy kis különbség, tehát nekik mondjuk nem volna feladatuk a trafipaxozás. Tehát nekik más a feladatuk. Jó, végezetül még arról ejtsünk szót, hogy milyen juttatások vagy milyen javadalmazás illetné meg a csendőröket, illetve személyes véleményed szerint, hogyha Mi Hazánk elképzelései alapján felállítanák a csendőrséget, és teszem azt, eltelne már 1-2-3 év, mennyiben javulna a lakosság biztonságérzete, mennyiben javulnának a bűnözési statisztikák? Nyilván ezt pontosan innen még nem tudjuk megmondani, de azért az irányokat lefektettük. Gondolom, hogy van azért egy várakozás ezzel kapcsolatban. Hát a javadalmazás hasonló lenne, mint a többi rendvédelmi szervnél. Tehát hasonló lenne, természetesen pótlékokban lennének eltérések, mert nem akarjuk, tehát azt semmiféleképp nem akarnánk, hogy teszem fel a rendőrt és a csendőrséget egymásnak ugrasszuk. Mert hogy ez jobban keres, a másik rosszabbul, hasonló lenne a javadalmazás, nagyon becsületes javadalmazás lenne. De nem a mostani. Nem a mostani, igen, hanem ennek a durvála, ez fontos a duplája, igen, a kezdő, igen, duplája lenne, mint, igen, a mostaninak. Tehát egy hasonló javadalmazása lenne. Nagyon-nagyon fontos, és ezt nem győzöm én többször hangsúlyozni, hogy itt a megelőzés lenne a cél. Tehát a megelőzés volna a cél, hogy ne is legyen bűncselekmény, mert azt a legkönnyebb felderíteni, ami nem történik meg. Tehát én nagyon nagy reményeket fűznék hozzá, hogyha ez az új-régi szervezet, ha lehetőséget kapunk rá a tisztelt választópolgároktól, és lehetőségünk lesz rá, hogy felállítsuk. Zárszóként akkor azt gondolom, hogy ennél jobbat nem is lehetett volna mondani, úgyhogy köszönjük szépen a nézőknek a figyelmet, neked pedig, Attila, hogy újra elmondtad ezeket az értékes gondolatokat, kifejtetted a Mi Hazánk mozgalom programját, most ezúttal a csendőrséggel kapcsolatban. Nagyon szívesen.